Most pedig meg fogjátok ismerni a joga felturbózott verzióját. Lefeksz a talajra, a hátadra. Igen. Jó, így. Jó, elkapod a bokámat. Én a te bokádat. Igen. És felhúzod magad. Szép egyenes a hát, húz a földöt. Ez így jó, eddig? Szuper! Az Ariel Yoga a jogák hardcore változata. Ide főleg azok járnak, akik szerint a sima joga óra kevés. Most dörög hátra. Nyit a láb, tertesz. Tenyér a vállak alatt, és told ki magad egy kézállásba. Ez konkrétan a cirkuszból ismert légtorna és a joga ötvözete. Ez a hemok, egy rugalmas sejemanyag, 100 kilót is elbír, és ezzel végezzük a gyakorlatokat. Sokak szerint ez egy nagyon kecses sport, ennek ellenére ugyanúgy megdolgoztatjuk a felső testizmait, a törzsizmokat, a mélyhátizmokat, nagyon sok szabad testsúlyos gyakorlatunk van, tehát izomtömegnövelésre is alkalmas, de zsírt is tudunk égetni, valamint rehabilitációban, például szülés után nagyon sok kismama jár ide, akik az izmaikat szeretnék visszafeszesíteni, nagyon látványos eredményekkel. Az Ariel Yoga egyik leglátványosabb elemei a hátrahajlítások, melyek megnyújtják, rugalmassá teszik a gerincet, nagyon praktikus ülőmunkát végzőknek, akiknek megvannak rövidülve az előlévő izmai, csípőizmok, hasizmok, illetve a derekunkat is szépen megdolgoztatjuk. És akkor bal kézzel megfogjuk a bal bokánkat, és picit ívvel tetsz. Jó, szuper. És most mit csináljuk? És nyomod előre a csípődet, és tart. Azt a mindenit. Na igen, ez már azért nehezebb egy fokkal. Jaj. És ezt meddig kell kitartani? Mondjuk leteheted. Jó, de egyébként meddig bírnád ezt itt tartani a lábamat? Nekem jól esik. Ja, akkor csak nekem nehezebb. Nekem nehezebb. Na igen. A sima joga óra elég nőiesnek tűnhet, ezzel ellentétben Ariel jogára sok férfi jár. Sokan járnak crossfitről, sima jogáról, mert nagyon szeretik, hogy megdolgozhatja az izmaikat, szép szárkásak lesznek. A lényeg viszont az, hogy iratkozzatok fel, és kövessetek minket a YouTube csatornán. Azaz! Emel a mellkas, emel a fej! Ilyenre van!